Az történt, hogy itt járt nálunk Kunesz Zsombor pár héttel ezelőtt, és azt kérte számon, itt rajtunk keresztül, hogy mire költi az orvoskamara az ő pénzét, hogy mennyi Éger István kamarai elnök fizetése. Mi pénzünk? Hát az önök pénzét valójában, igen, hiszen önök orvosok fizetnek be a kamarának. Hát ebből az lett, hogy ugyanazt a büntetést kapta az orvosi kamarától, mint a hálapénzes onkológus, nőgyógyász, akit elkaptak Múlt-Koreában. És hát ez egy etikai vétség, és pont. De mitől etikai vétség, megkérdezni, hogy mire megy a pénz? Nyilván nem ezt sérelmezték. Hanem, hogy nyilvánosan tette? Egyrészt, másrészt pedig, hogy az orvosi kamarát, illetve Cser Ágnest ilyen csúnya színben, vagy nem tudom, hogy fogalmazok politikailag korrekten, nem jó színben tüntettem fel. Ebből a Cser Ágnest nem érthető, mert nincs viszonyunk. Se nem orvos, bármennyire is szeretne az lenni, én pedig se nem volt betegem, bármennyire is szeretett volna az lenni. Tehát nincsen viszonyunk egymással. Szeretetlen Cser Ágnes az ön betege. Ennyivel ön is nyugodtan holnap bejelentett a kamaránál, hogy mit tudom, én meghúztam a parkoló autóját, és akkor írgumburgum. Ne tegyen ilyet, jó? Vagy a haját. Hát azt meg nehéz lenne. Szóval, hogy a dolog azért vicces, vagy nem vicces, tragikomikus, azt gondolom. Az. Mert hogy egy szinten, egy súllyal emlegetjük azokat a dolgokat, amik orvosi praxis közepette elkövetett jogsértések. Így van. És azt a kérdést, hogy mire megy a pénz. Így van. Így működik az orvostársadalom? Nem, nagyon remélem, hogy nem így működik az orvostársadalom. Ez egy kiterjesztő kérdés, hogy azt szokták mondani, az orvostársadalom a saját érdekében mindig összezár. Ugye műhiba közeli ügyekben szokás ezt mondani. De látom, most itt vagyok, és azért vagyok itt, hogy ezt törjük meg. És sokan dolgozunk ezért, hogy ezt törjük meg. Ezt pontosan erről szól, nagyon sokszor megkapjuk ezt a vádat, hogy abban a pillanatban, hogyha van egy műhiba, vagy a műhiba az egy picit más kategória. Egy szándékos, valami, ami szándékos, például ez a veszprémi onkológus, aki 105-et, van egy valamilyen rettentő gusztustalan cselekmény, akkor összezár az orvost. Nem. Ezeket az embereket ki kell vetni, én ezt orvosként mondom. De egyébként a feltételezés nem igaz, hogy összezár a társadalom? A kamara az, amelyik fedi ezeket az embereket. Miért? Hát nézze meg ellenem. A jó hír, a szakma jó híre? Így van, egyrészt, meg másrészt nekik alapvető érdekük, hogy a fennálló feudális rendszer és a hálapénzen alapuló rendszer fönnmaradjon. Hogyha ezt valaki sikerül összetörni, az ő hatalmuk is abban a pillanatban devalválódik. Van itt pár konkrét kérdés, amit azért tennék fel önnek, mert pontosan ezt a fajta hiedelmet és hierarhiát törjük meg. Tehát a hiedelem az, hogy az orvosok sosem fogják bevallani, a hülyeséget csináltak. A hierarhia pedig az, hogy az igazgató kiáll a beosztottaiért, még akkor is, hogyha nincs igazuk. Itt van például a pszichiátriai osztályon felejtett halott ember, akit órákon keresztül kerülgettek a hírek szerint. Mi még a televízióban fényképet is be tudtunk mutatni az ott letakart emberről. Az a hír jelent meg utána, hogy itt senki nem követette semmilyen hibát, mert 2 órán keresztül az elhunyt embert, hogyha mondjuk kórházi körülmények között hal meg, nem lehet bolygatni, nem vihették volna el onnan. Nem tudom, hogy két óráig valóban ott feküdt a földön, mert ezt nem tudom. Állítólag tovább, de most mindegy. Az a rögeszme, hogy a kórházban meghaltakat 2 óráig, mondjuk, hogyha egy kórteremben hal meg, akkor az ágyában ott megfigyelik, obszerválják. Ez a megfigyelés, ez nem jelent semmit. Arra várnak, hogy felül az ágyán? Tehát én nem tudom, hogy ez honnan marad be. Egy biztos, még nagyon régi mentős koromból volt egy olyan sztori, ami nem velem történt meg, de hallottam, hogy valakivel megtörtént, aki mesélte. Tehát nem tudom, mekkora az igazságtartam, hogy igen, volt olyan újraélesztés, ahol nyomta és újraélesztett, és aztán letakarták az áldozatot, szerencsétlen embert, és már halottán nyilvánították, majd fél óra múlva a rendőrök hívták vissza, hogy zörög a fekete leppel, tessék visszajönni. Tehát előfordult ilyen. Valószínűleg az ettől való vannak félelem. A falusi pletykák is temetésen felülő, a koporsó felrúgó emberről, de hát azért az orvostársadalom meg tudja állapítani valakiről, hogy meghalt vagy sem. Jelen pillanatban is azt gondolom, hogy most már vagyunk olyan technikai színvonalon, hogy meg tudjuk ezt állapítani. De tényleg akkor ezek szerint 2 órán keresztül ott kellett ennek az embernek feküdnie? Nem, én nem gondolom, hogy ott feküdt, hogy ott kellett volna feküdnie, azt gondolom, hogy 2 óráig valóban nem viszik le ezeket az embereket a hűtött hullaházba, hanem valóban megfigyelik. Ez egy jogszabály egyébként, tehát ezt nem tudja megugrani az orvos, de akkor miért nem vitték be egy elkülönített helyre? Tehát ez nem ízléses, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Hát nem. Aztán itt vannak a CT-s ügyek. Ugye egyrészt a kisgyerek története,
a nyitott mellkassal átszállított gyermek története, akiről tudjuk, elhisszük, azt mondják az orvosok, hogy semmi köze nem volt az átszállításnak az ő sajnálatos halálához. De van itt egy másik történet, amikor egy német embert vittek át CT hiány miatt altatásban, műtét közepette, és ő a mentőautóban halt meg. Én ezt már nem tudom biztosan, hogy én más információkat olvastam erről, nekem nincsenek erről első kézből szerzett információk. Azt tudomásul keveni, tehát ezt, amit nagyon szeretnék, mint mentőorvos, sugalmazni mindenki fele, tehát ez nem olyan, mint hogyha egy zsák krumplit átviszek A-ból B-be. Egy lélegeztetett beteg, vagy egy keringést támogatott betegnek a szállítása rizikós, rendkívül kockázatos. Ezeket a betegeket a lehető legkisebb mozgatásnak, szállításnak kell kitenni. Felkai doktor írta le a szállítási traumát, magyar orvos volt ezelőtt 40 évvel vagy 50 évvel. Még mindig nem érti az orvostársadalom, hogy ez nem olyan, hogy átviszem. Nekem volt légimentőként olyan szállításom, Miskolcból Győrbe, ami egy politraumatizált, egy súlyos sérült, lélegeztetett beteget kellett csak azért átvinnünk Miskolcból Győrbe, mert oda tartozik helyileg. Ez nem fair, ez nem korrekt, ez nem tisztességes a beteggel szemben. Tehát közben megnéztem, hogy szól egészen pontosan a történet. A Városmérő Szív- és Érgyógyászati Klinikáról kellett volna CT-re elvinni a német pácienst műtét után altatás közben. Most ez más kérdés, hogyha egy vizsgálatra kell elvinni, mert az nem kikerülhető. Műtét után altatás közben. Igen. És még a folyosón meghalt a kórházban, miközben odaértek a mentősök. Tehát nem a mentőautóban halt meg, hanem a folyosón. Ez számára egyébként az ez nincs rendben. Teljesen mindegy. Azt mondja Balogh Zoltán miniszter, hogy örüljünk neki, hogy vannak CT-k, örüljünk neki, hogy több CT van, mint volt pár évvel ezelőtt, mert ennyivel előrébb vagyunk, mindenhol meg nem lehet CT. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy nem volt CT, korábban ott nem volt CT, most meg lett. Az egy másik összefüggésben mondta, igen. Én azt gondolom, hogy Magyarország rettentő gyalázatosan áll a CT számokat tekintve, 1 millió lakos, a 10, azt hiszem 10 egész valamennyi CT jut Szlovákiának, 18, Németországban 35. Egyrészt A, kevés a CT, másrészt nagy a tévéket, tehát nem korlátozottak a vizsgálatok, amit elvégezhetnek, harmadrészt nincsen személyzet. Ezt akartam kérdezni, hogyha most vesznek 500 CT-t, akkor 500 CT-re van elég orvos, asszisztens, szakember? Biztos, hogy szakember. A semmiből nem lesz. Az egészségügy egy olyan műfaj, amiben investálni kell. Tehát azért tartunk itt, mert kivonták folyamatosan az egészségügy működéséből a pénzt. Ebbe bele kell tenni. Tehát attól, hogy veszünk CT-t, az nagyon szép szobadísz lesz. Rengeteg kérdésem lenne, még de térjünk vissza az önügyére egy utolsó mondatig, mert az időnk az meg végtelenül megy. Fellebb ez az etikai bizottság döntése ellen? Ez már megtörtént, folytatom. Tehát nem lesz nyugalom, folytatom. Mi a célja? Igen, István szerint az, hogy az ő nyakát kitörje. Nem, az a célom, hogy egy tisztességes, jól működő orvosi kamara jöjjön létre, ami az orvosokért és nem az orvosok ellen dolgozik, mint a jelenlegi kamara. Ezt be is tudta volna bizonyítani az etikai bizottság előtt, hogyha megkérdezik? Én önnek is most pillanatokat be tudom bizonyítani. Ellenem másodpercek alatt indítottak etikai vizsgálatot. A Veszprémi onkológus ellen indítottak. Mennyi idő volt, ahol hezitálás, hogy indítunk, nem indítunk. De mondok mást. A Sote nőgyógyászati klinikán az ellen, a nőgyógyász ellen, aki műtéti pénzeket kért, emlékszik, tehát azért kért pénzt, mert azt mondta, hogy ez műtői költség, a sürgős császármetszésére a kismamától, az nem indult el etikai vizsgálat. Halló? Ellenem pillanatok alatt tudtak felségsértésért indítani etikai vizsgálatot. Tisztességes ez a kamara? Valóban az orvosok érdekeit védi, vagy a feudális hálapénz alapú társadalmat? Ez a kérdés. Ha másodszor is elmeszelik az etikai bizottság előtt, annak van a praxisára nézve, arra, hogy egyáltalán orvosként működhet-e valami következménye? Attól függ, hogy milyen elmeszelés van. Tehát a megrovás azt utána két év múlva nullázódik le, tehát 2 évig, ha csinálok megint, azt mondom, hogy Éger egy megélhetési vezető, vagy Cser Ágnes egy megélhetési vezető, akkor 2 éven belül újra indítanak egy etikai, akkor lehet, hogy egy súlyosabb következménye lesz, és akkor ez így kumulálódik. Akkor most voltaképpen a tűzzel játszik, amikor ilyeneket mond itt nekem? Én nem játszom a tűzzel, én a véleményemet fejtem ki. Köszönöm szépen. Én is.